Mik azok a jelenségek, amelyek egy egyszerű embert alkalmassá tesznek arra, hogy egy nép vezére legyen? Hogyan lehetséges az, hogy egy dilettáns, egy amatőr, egy felkészületlen embert, ember nagyon komoly eredményeket érjen el a politikában? Nagyon nehéz megmondani, Hitlerről van szó, nagyon nehéz megmondani. A mai világunkban egy olyan megközelítést alkalmaznak, akik vele foglalkoznak, amely nem jó megközelítés. Nagyon lekicsinylően beszélnek Hitlerről, pedig egy nagyon-nagyon érdekes jelenség az ő élete a 20. századi történelemben. Hazugságokat terjesztenek róla. Azok, akik vele foglalkoznak, akik vele róla beszélnek, azokat a gyűlölet motiválja. Még a nevét is elvitatják. Őt soha nem hívták Schicklgrubernek, ő mindig Hitler volt. Azt mondják, hogy zabi gyerek volt. Pattyúnak tartják. Elvették, nem tudjuk milyen, vagy nehezen megítélhető az, hogy milyen művészi kvalitásai voltak, de voltak valamilyen szintű művészi kvalitásai, és ezt is elvették tőle. Egész egyszerűen ez a degradáló szobafestő elnevezést szokták rá alkalmazni. Elvették a férfiasságát. Ugye azt szokták mondani, hogy homoszexuális, vagy egyáltalán nemileg aberrált emberről van szó. Chaplin egész egyszerűen egy idiótának állította be a híres filmjében, a Diktátorban. Elvették tőle azt a képességét, hogy mágikus intuíciói voltak. Szinte előre látta a jövőt. Egy ilyen hisztérikus alaknak állították be. És tulajdonképpen elvették tőle a politikában elért eredményeit. Pedig ezek igen jelentősek. Minden rágalom ellenére is azt kell mondanunk, hogy Hitler sem született gonosznak. Nem mondanám, hogy élete végére nem lett az, de azt gondolom, hogy ez egy folyamat eredménye volt. Római katolikus vallású volt, és gyerekkorában el is fogadta ezt a vallást. Kevés ismerőse azt mondta róla, hogy melegszívű, önzetlen gyerek volt. Szenvedélyesen kereste Istent fiatal korában. Aztán találkozott olyan gondolkodókkal, olyan művekkel, amelyek végzetesen befolyásolták az ő gondolkodásmódját. Első helyen Schopenhauer a Világ, mint akarat és képzet című művét kell említenünk. Már nagyon fiatal korában hozzájutott ehhez a könyvhöz, megismerkedett vele, és teljesen elvarázsolta őt ez a könyv. Szinte azt lehet mondani, hogy a bibliája lett. Egészen az öngyilkosságig, tehát 1945-ig magánál hordott egy példányt. Vagy Nietzsche. Ő Nietzsche volt az, aki úgy határozta meg a kereszténységet, hogy a rabszolgák, puhányok és a fajok söpredékének a vallása. Arról beszélt, hogy a kereszténynek álcázott, júdaista, méregkeverő kufárok hogyan tették tönkre a romlatlan germán törzsek férfiasságát. Valahol szerintem itt kell keresnünk a hitleri antiszemitizmusnak a gyökereit. És persze óriási hatással voltak rá Richard Wagner művei. Wagner keltette föl Hitler személyes érdeklődését a német korai német történelem iránt. 1905-től Bécsben élt, a bécsi rokonainál, 2 évig. Ez alatt felkészült, a Művészeti Akadémiára szeretett volna jelentkezni, festészetet tanult. Ez alatt az időszak alatt színházba járt, rengeteget olvasott, rajzolt, festett, de rendszeres tanulmányokat nem folytatott. És valószínűleg nem is volt tisztában az akadémia szigorú felvételi követelményeivel sem. Mindenesetre az 1907-es felvételien nem sikerült. 1908 őszén is újra megpróbálta a felvételit, itt azonban már az előszűrésen sem jutott túl. Egyébként is anyagilag egyre nehezebb helyzetbe került, mert az öröksége ugye megfogyatkozott, és árvasági segélyre sem volt már jogosult. Olcsó hónapos szobát keresett magának, és néhány ismerőse tanácsára abból kezdett el élni, hogy képeslapokat festett.
Ő volt az, aki előállította a képeslapokat, és néhány ismerőse értékesítette ezeket a képeket. Gyakorlatilag a következő 3 évben ebből élt. Tehát annyira rosszul nem csinálhatta a dolgot. Egyébként egy Neumann nevű magyar zsidó ember is a társa volt, tehát értékesítője volt. Semmiféle konfliktusuk nem volt. Úgy tervezte, hogy a tanulmányait majd Münchenben folytatja. Erre gyűjtött. És azt lehet mondani, hogy napi szinten elkészült egy képpel, és ezért ilyen 5-10 koronát kapott a vevőktől. Jó szemmel, ügyes kézzel ábrázolta, másolta a kiválasztott tárgyait, főleg épületeket, bár a szakértők legnagyobb része véleménye szerint ezek a művek nem érik el a művészi színvonalat, ezek inkább csak másolatok. A becslések szerint a bécsi korszakában 2-3 ezer képet festett. Egyébként pedig a festészet mellett nagyon erősen vonzódott az építészethez is. Hitler világnézete Bécsben alakult ki véglegesen, megismerkedett és nagyon erősen hatott rá az úgynevezett Altdeutsch mozgalom, amit magyar általában nagy német mozgalomnak szoktak nevezni, de hát a pontos fordítása inkább az, hogy össznémet mozgalom, ez azt jelenti, hogy minden német egy birodalomba, ez a célja ennek a mozgalomnak, hogy minden német egy birodalomba kerüljön. A bécsi éveit Hitler az iskola éveinek nevezi. Ez a megállapítás eléggé találó, mert hiszen ebben az időszakban alakult ki a politikai eszmerendszerének az alapja, ami nem más, mint a nagy német nacionalizmus és az antiszemitizmus. Hitler bécsi évei alatt nehéz anyagi helyzete ellenére nagyon gyakran jár színházba, nagyon kedveli például az operettet, a magyar operettet is, meg a bécsi operettet, de hát az abszolút kedvence Wagner. Akkor először hallotta meg a Gyűrű, a 4 nagy operáját Wagnernek, azonnal rajongó lett. Germán mitológia újrateremtőjének gondolta Wagnert. Hitler egyébként is alkatilag egy aszketikus ember volt, ez azt jelenti, hogy nem voltak különös igényei, keveset evett, sőt, kenyéren és tejen, vagy kenyéren és vízen is el volt hosszú ideig, soha életében nem dohányzott, inni se nagyon ivott, néha egy-egy sört, de hát ez ugye a német férfi imázsához hozzátartozik, mint a bőrnadrág, amit néha idénként fotózás kedvéért felöltött. De mivel nem voltak nagy kiadásai, ezért anyagi szempontból mondhatjuk, hogy szabad ember volt, és könnyű volt szabad embernek lenni. Nem nagyon ment a szoknya után, nem nagyon ment a nők után. És anyagi szempontból azt lehet mondani, hogy az a néhány korona, amit a festményeiért kapott, az egy számára megfelelő életvitelt engedett meg. Minden különösebb nehézség nélkül megélt háború alatt a zsoldjából, a katonai zsoldból, illetve amikor kezdő pártmunkás volt, akkor még ugye az előadásaiért még nem kapott olyan jelentős összegeket, és nem volt nagy igényű ember ilyen szempontból. Tulajdonképpeni tanítómesterének tarthatunk egy francia grófot, az a neve, hogy Joseph Arthur Gabineau. Ő volt a modern európai antiszemitizmusnak az úttörője, az első jelentős hirdetője. Vagy akár tanítómesterének tarthatjuk Houston Stuart Chamberlaint, aki angol származása ellenére Németországban élt, Wagnernek a lánya, Éva nevű lányát vette feleségül, újságíró volt egyébként, és ő szintén az antiszemitizmus egyik szellemi atya. Tehát Kelet-Európában a zsidó ellenes pogromok 1881-ben kezdődtek el, amikor egy sikeres merényletet hajtottak végre II. Sándor cár ellen, és az elkövetők között néhány zsidó is volt. Nagyon felháborodott a közvélemény. Az orosz birodalom nyugati felén egyébként is nagy tömegben élő zsidókat nagyon durva atrocitások érték, úgyhogy tömegesen vándoroltak ki az orosz birodalom területéről, úgyhogy a századforduló táján tömegesen jelentek meg
nyugaton, ugye az Oroszországtól nyugatabbra levő területeken, és nyilván itt az első állomás Bécs volt. A bevándorolt zsidók egy része nagyon-nagyon hamar fölküzdötte magát az uralkodó osztályba, és kezdetben az antiszemitizmusnak is elsősorban, ott jelentkezett, ahol nagyon megerősödtek a zsidók, ahol anyagilag sikerült nagyon jó helyzetbe kerülniük. 1903-ban egy Sergej Nyíl, vagy oroszul Nyíl nevű orientalista professzor adott közé egy iratot, amiről hát nem tudjuk, hogy valódi vagy nem valódi, az a címe, hogy a Cion bölcseinek a jegyzőkönyve. Az orosz rendőrség 1901-ben tartott egy házkutatást Szentpéterváron, és a házkutatás közben egy nagy csomó héberül írt dokumentumot találtak, amit ennek a Nyíl nevű professzornak adtak át, hogy fordítsa le. És ő le is fordította, és a fordítás tartalma annyira megdöbbentette az orosz kormányt, hogy jó néhány példányát a fordításnak átadták a különböző többi nagyhatalomnak. Ugye, mert hogy arról van ebben a jegyzőkönyvben szól, hogy zsidó vezetők összegyűltek, és elhatározták, hogy egy összeesküvés keretében ők veszik át a világuralmát. Ugye, vagy igaz, vagy nem igaz a dolog, de az biztos, hogy az antiszemitizmus kiteljesedéséhez nagyban hozzájárult ez a jegyzőkönyv. Tehát Hitler politikai nézeteinek a kialakulásához nagyban hozzájárult a nagy német nacionalizmus, illetve a militarizmus. Ehhez, hogy ez kialakuljon, ehhez ő különböző militarizmussal, illetve annak a korszaknak a kérdéseivel foglalkozó különböző társaságokkal ismerkedett meg. Ezek közül a leghíresebb a Thule társaság, akik ilyen kicsit misztikus ködbe burkolták ugye az emberiség eredetét, illetve a célját, hogy miért létezünk, mi az emberiség célja. Megismerkedett Oswald Spengler könyvével, a Nyugat alkonya című könyvével, és ez a Spengler azt írta, hogy az emberiség történetének a következő időszakát a diktátorok korszakának lehet majd nevezni, mert csak ők tudják az emberiséget átvezetni a következő időszakok nehézségein. Hát Hitler első 30 évét nem lehet a sikeresség korszakának nevezni. Ebben az időben, még Bécsben is rengeteget olvasott, de nem volt egy tanítómestere, nem volt egy irányvonala, ami segítette volna őt a válogatásba, úgyhogy teljesen rendszertelenül, gyakorlatilag ami a kezébe került, mindent elolvasott. Szenvedélyesen kezdett el politizálni már nagyon hamar, és észrevette azt is nagyon hamar, hogy szokatlanul nagy tehetsége van a beszédhez, az emberek előtti beszédhez, a tömegek előtti beszédhez, és nagyon meggyőző tud lenni. 1913-ban elhagyta egyszerűen Bécset, átköltözött, fölült a vonattal egy barátjával, és átköltözött Münchenbe. Mi lehetett ennek az oka? Hát 1913-ban betöltötte a 24. életévét, és várható volt, hogy be fogják sorozni az osztrák-magyar hadseregbe, és ő ezt semmiképpen sem szerette volna, és ezt ilyen egyszerűen oldotta meg, hogy átköltözött a Német Birodalomba, Münchenbe. Itt egy Pop nevű szabómesternél bérelt úgynevezett hónapos szobát, és itt is festett, és a képei eladásából élt. És az első világháború kirobbanása Münchenben érte, és ez az esemény radikális változást hozott az életében. Ő, aki elszökött a monarchia sorozása elől, óriási lelkesedéssel fogadta azt a hírt, hogy a Német Birodalom háború belépett az első világháborúba. Előkerült egy fénykép a hatalmas ünneplő tömegről, akik éltetik azt az eseményt, hogy a Német Birodalom belépett a háborúba. És ezen a fényképen jól felismerhetően ott van Hitler, aki megemelt kalappal ugyanúgy kiabál, mint a többi ember. Müncheni Odeon placon készült a fénykép. Tehát világosan föl lehet ismerni őt. 1914
augusztus 3-án önként jelentkezett a német birodalmi hadseregbe, és a 16. bajor hadosztályba osztották be, amit egyébként egy volt parancsnokáról Liszt hadosztálynak neveztek. Egy 10 hetes kiképzés után azonnal a nyugati frontra vezényelték, és október 29-én Ypernél az első világháború egyik legdurvább csatájában találta magát. Eredetileg a Liszt hadosztály valami 3000 néhány száz fős volt, és az Iperni csata végére 600-an maradtak mindössze életben. Itt kezdődött el, és háború egész ideje alatt futárszolgálatot teljesített. Ez azt jelenti, hogy a parancsnoki, mondjuk az ezredesi harcálláspont az a frontvonaltól egy picit hátrébb, biztonságosabb helyen volt kialakítva, és mivel a rádió ekkor még csak kialakulóban volt, telefonösszeköttetés nem nagyon volt, vagy ha volt, azt is szétlőtték az ellenséges ágyuk, ezért futár katonákkal kellett a parancsokat, kis levélkéket írtak, és ezek a futár katonák a parancsnoki álláspont és a frontvonal között futva teljesítették ezt a futárszolgálatot, vitték a parancsokat, hogy a csapatoknak mit kell teljesíteniük. Hát mondanom sem kell, hogy ez egyik legveszélyesebb feladat volt az egész háború során, és Hitler 1914. novemberétől volt futárszolgálatos, egészen a háború végéig. Tehát a háborút a legveszélyesebb helyen csinálta végig. Talán nem véletlen, hogy már 1914. decemberében megkapta a Vaskereszt másodosztályú fokozatát, ami a legmagasabb rangú legénységű állományoknak adható katonai kitüntetés volt a német birodalomban. Egyébként is ez a futárszolgálat szerintem nagyon megfelelt az ő ilyen elzárkózó természetének, de hát a szolgálati kötelezettségeit kiválóan ellátta, és a parancsnokai nagyon elégedettek voltak vele, ezt mutatja a kitüntetés is. A felterjesztője egy Gustav Gutmann nevű százados volt, a parancsnoka, aki egyébként zsidó származás volt, akivel teljesen normális volt a kapcsolata, és meg is kapta a Gefreiter rangot, ami hát a magyarban mondjuk a szakaszvezető meg a tizedes közötti rang, tehát egy altiszti rang. Tehát végig a háború alatt ezt a futárszolgálatot teljesítette. 1918-ban, tehát említettem, hogy 14-ben már megkapta a Vaskereszt másodosztályú Vaskeresztet, amit legénységi állományoknak osztottak, és 18-ban pedig megkapta az első osztályú Vaskeresztet, amit általában legénységi állományok soha nem szoktak megkapni, ez a tiszteknek van fenntartva, ő azonban megkapta. Igazából pontosan, 100% pontosan nem tudjuk, hogy mi volt az a cselekedet, ami miatt a Vaskeresztet megkapta, mert hogy a Liszt hadosztály dokumentumai nagy része elveszett, de visszaemlékezések azt mondják, hogy egyedül elfogott egy ellenséges tisztet, meg 15 felderítő katonát egy szál puskával. És ez olyan haditett volt, ami megérdemelte a Vaskeresztet. 1916. októberében megsebesült, és 17 márciusáig egy Berlin melletti Adi kórházban lábadozott, és kijárt természetesen a városba, és rendkívül rossz benyomásokat szerzett a hátországban. Ugye ez az időszak, amikor fekete gazdaság, ügyeskedők, nyerészkedők próbálnak megélni abból, nagyon jól megélni abból, hogy nincs rendes ellátás, és egyáltalán úgy érezte, hogy a fronton levők, akik mindent megtesznek a győzelemért, velük szemben a hátországban levők semmit nem tesznek azért, hogy a fronton győzzen a birodalom, a hadsereg. Ez az élmény is hozzájárulhatott, hogy később olyan szenvedélyesen képviselte a tördöfés elméletet, amely azt mondja ki, hogy nem a német hadsereg bukott el a háború során, hanem a hátország ingott meg, a hátország erkölcstelensége okozta a német hadsereg vesztét. Egyébként ezek alatt az évek alatt egyre inkább megerősödött benne a gondolat, hogy politikussá váljon.
1918. október 13-án a flandriai fronton harcolt, és egy gáztámadás során gázmérgezést kapott, és egy időre, néhány napra meg is vakult. Úgyhogy a háború végét egy hadikórházban érte meg, és csak november 21-én hagyhatta el a kórházat, ezután hazatért Münchenbe. A hadsereg tagja maradt, szolgálatra jelentkezett a második müncheni gyalogezrednél, egy ideig hadifoglyokat őrzött, majd egy Mayer nevű százados propaganda csoportjába került. Az volt a feladat, ugye ez az a korszak, amikor kitört a Bajor Tanács köztársaság, amit persze nagyon hamar levertek, de mindenki megijedt, hogy a Németországban is elterjedhet a kommunizmus, és ezért a hadseregben is alakítottak olyan propaganda csoportokat, amelyek az egyszerű katonáknak tartottak előadásokat, felvilágosító előadásokat, és próbálták meggyőzni őket, hogy nem az osztályharc a követendő példa, hanem a Német Birodalom fenntartása. Tehát ez a Mayer százados volt ennek az egész akciónak a parancsnoka, és nagyon hamar felfedezte, hogy Hitler jól tud előadni, jól ad elő a katonáknak, sőt, iratott vele egy brossúrát is, amiben már, ami azért volt jó Hitler számára, mert arra kényszerült, hogy összefoglalja a gondolatait a háború utáni világról, háború utáni Németországról. És hamarosan vezető propagandistája lett ennek a csoportnak. Szerinte ugye a szociáldemokrácia, a zsidóság Németország legnagyobb problémája, és az előadásaiban, az előadásai elég antiszemita megnyilvánulásokkal voltak tele. És én azt mondanám, hogy szerintem körülbelül ekkor alakult ki vagy véglegesült az ő antiszemitizmusának a formája. A Mayer százados részlegének a feladatához tartozott az is, hogy a számos kis új politikai kis csoportocskák, formációkat leellenőrizzék, és ezekről jelentéseket küldjenek EPP tábornoknak, illetve az ő vezérkari főnökének, egy Röhm nevű századosnak. 1919. szeptember 19-én, tehát Hitler megbízást kapott, hogy látogasson el, vegyen részt egy ilyen kis nacionalista színezetű kis pártocskának az összejövetelén, aminek az volt a neve, hogy Német Munkáspárt. Részt kellett vennie az ülésen, és aztán egy jelentést kellett írni, hogy mik a benyomásai erről a kis pártocskáról. Hát az első látogatás alkalmával pont egy előadásra érkezett. Arról szólt, hogy egy vendég meghívó tartotta, arról szólt, hogy hogyan kellene megszüntetni a kapitalizmust. Hát talán egy 45 ember tartózkodott a terembe, és hát Hitler meglehetősen unatkozott, mondjuk ki. És nagy valószínűséggel Hitler számára ez a látogatás semmiféle következménnyel nem járt volna, ha az előadás végén a szabad vitában nem szólal föl egy vitázó, aki így azt igyekezett bizonygatni, hogy Bajorországnak a jövője szempontjából az lenne a legjobb, hogyha különválna a Német Birodalomtól, és vagy önálló lenne, vagy csatlakozna Ausztriához, és egy külön délnémet állam jönne létre. Hitler a felszólaló fejtegetéseit hallgatva egyre inkább düvegurult, és aztán nem bírta tovább, noha csak megfigyelő volt, jelentkezett, és szót kért, és elsöprő érvekkel utasította vissza a birodalom egysége elleni támadást. A teremben váratlanul szokatlan feszültség keletkezett. Hitler szenvedélyes érvelése nagyon, nagyon nagy hatást tett a hallgatóságra. A párt elnöke egy Anton Drexler nevű, egyébként géplakatos volt a foglalkozása, oda is hajolt az egyik pártvezető társához, és azt mondta, hogy ezt hallgass meg, milyen szuper jó szónok, ez kellene nekünk.
nagyon megtetszett neki Hitler stílusa, és az a mód, ahogy lehengerelte ezt a kis tömeget. Hitler meg, mint aki jól végezte dolgát, amikor befejezte a rövid kis szónoklatot, akkor ott hagyta az egész bagást, és elindult. Drexler az utcán érte utol, utána rohant, kezébe nyomott egy brossúrát, amit ő írt, az a címe, hogy Politikai ébredésem, és megkérte Hitlert, hogy olvassa el. Elkérte a címét, és kérte, hogy jöjjön el a párt egyéb rendezvényeire is. Néhány nap múlva levelet kapott Hitler, amiben értesítették, hogy felvették a párt tagjainak sorába. Hát nem tudta, hogy bosszankodjon, vagy nevessen, mert ő ebben az időben már azon gondolkodott, hogy saját pártot alapít. Gondolkodott, és két nap gondolkodás után elfogadta a párttagságot, hiszen így gyakorlatilag már készen kapott egy pártot. Az 55. tehát az igazolványában ő az 55. sorszámú igazolványt kapta meg. Pedig nem tudjuk pontosan, de szerintem kevesebb tagja volt a pártnak. Ahogy belépett a pártba, ugye kiderült, hogy nagyon könnyen tudhatni az emberekre. Októberben, 1919. októberében tartotta az első nyilvános fellépését, ahol hát körülbelül olyan 100-110 ember vett részt, és nagyon nagy hatással, tehát nagy hatással volt az emberekre. Hitler önmaga is leírja később, hogy nagyon észrevette, hogy milyen nagy hatással van az emberekre, mennyire tudja befolyásolni, mennyire tudja irányítani az embereket a beszédével. Egyébként azt gondolom, hogy az is hozzájárulhatott a döntéséhez, tehát hogy belép a német munkáspártba, mert ebben a kis pártocskában gyakorlatilag nem teljesen hiányoztak a vezetői képességekkel rendelkező emberek, hiába Drexler se volt egy vezetői képességekkel megáldott ember. Persze mondanom sem kell, hogy ezek után, hogy kevés tag volt, a párt anyagi helyzete is meglehetősen katasztrofális volt, mondjuk így. Jól emlékszem, valami 7 márka 50 fenéngjük volt, amikor már infláció volt Németországban. Ennyi volt az egész vagyona a pártnak. Hát ez nem valami nagy vagyon. Hitler azonban szerintem az is szerepet játszott a döntésében, hogy a munkáspártnak a tagja lesz, hogy találkozott Drexler füzetében egy olyan alapgondolattal, amelyből kiindulva meg lehetett indulni a politikai befolyásért vívandó, meg lehetett nyerni a politikai befolyásért vívandó harcot. Tehát Drexler fejtette ki, egy nagyon egyszerű dolog, azt mondta, hogy a munkásságot el kell tántarítani, vagy el kell vonni a szocialista mozgalmaktól, az osztályharctól, és be kell őket állítani a nacionalista irányzatok szolgálatába, vagyis, hogy később úgy fejti ezt ki Hitler, hogy vagyis a rasszok közötti harc, tehát a népek közötti harc, tehát ne osztályok ellen harcoljanak, hanem más népek ellen. És azt gondolom, hogy Hitler ezzel nagyon-nagyon rátapintott, felismerte, hogy ez a célkitűzés, mert hogy a munkásosztályt egy másik irányzathoz kellene csatolni, ez a célkitűzés a társadalmi harcok alapvető problematikáját érintette. Hamarosan azt mondhatjuk, hogy az egész propaganda tevékenységet ő, a pártban az egész propaganda tevékenységet ő végezte, és ezáltal bekerült a párt vezetői közé. És ez volt az az időszak, amikor eldöntötte, hogy a német munkáspárt az ő pártja lesz.
Ekkoriban ismerkedett meg Alfred Rosenberggel, aki keleti német volt, orosz forradalom elől menekült. Ő lesz majd a náci párt fő ideológusa. Ekkor került a közelébe Rudolf Hess nevű fiatalember, aki egyfajta ilyen mindenese lett, és megismerkedett a nagyon fontos személlyel, Ernst Röhm vezérkari századossal, aki rengeteget segített Hitlernek. Röhm nagyon sok katonát, nagyon sok tisztet verbuvált a kis munkáspárt számára, és kialakított egy kemény magot, akik a különböző gyűléseken biztosították a hangulatot. És ez volt az az időszak, amikor megjelent soraikban Hermann Esser is. Ez egy nagyon fiatal, talán 20 éves körüli fiatalember volt, de rendkívül, tulajdonképpen egy újságíró zseni volt, és ő lett Hitler mellett a felelőse a propaganda tevékenységnek. Egyik gyűlés a másikat követte, és Hitler számára az első igazán jelentős esemény 1919. október 16-án megrendezett politikai előadás volt. Itt egy félórás beszédben ismertette a német háborús vereségnek az okait, és a teljesen elfogadhatatlan béke feltételeket. A teremben 111 hallgató hallgatta, és ezt a 111 embert megragadta, és teljesen a kezében tartotta, teljes elragadtatással figyelték és hallgatták Hitlert. Az előadás végén a gyűjtésnél több mint 300 márka gyűlt össze, ami akkor viszonylag jelentősebb összeg volt. További rendezvényeket szerveztek, novemberben is, decemberben is, és ezeken a tehát egyre több ember. Mondjuk a december végére már ilyen 400-450 ember előtt tartotta az előadásait. Nagyon fontos kérdéshez jutottunk el. A kérdés így hangzik, hogy mi lett volna Hitlerből, hogyha nincs a világháború? Ha nem omlik össze a német birodalom? Hát szerintem azt gondolom, hogy változatlan életet élt volna, de mindenképpen egy teljesen másfajta életet, mint ami megvalósult. Egyébként is azt gondolom, hogy Hitler életét két nagy szakaszra lehet osztani, aztán majd életének a második felét több kisebb szakaszra, de azt mondhatjuk, hogy az életének az első 30 éve, hát mondjuk finoman, teljesen hétköznapi élet volt. Nem nevezhetnénk ugye a nagyon sikeres életnek. Életnek a második szakasza, mi most az életének a második szakaszának is csak az elejével foglalkozunk. Viszont nagyon érdekesen alakult, mert az nem is egyik pillanatról a másikra, de mondjuk egyik évről a másikra egy rendkívül tekintélyes és befolyásos személyiséggé vált. Korszak változott meg. Az emberek gondolkodását befolyásoló politikai eszmék változtak meg az első világháború után. 1921. márciusában kilépett a hadseregből, és innentől kezdve minden idejét a pártnak szentelte, meg a politikai tevékenységének. Ugye eddigre már bebizonyította a szónoki képességeit, és a 1921 elején a pártvezetőség legnagyobb megdöbbenésére kibérelte Münchenben a Krone cirkuszt. Ez egy valóban egy cirkusz épület volt, de nagyon sok ember fért el benne. Azt jósolták neki, hogy hát még félig se tudja megtölteni. Hát az ilyen eseményeknek az a lényeg, hogy nagy tömeg legyen. De nem volt igazuk a kétkedőknek, mert 6500 embert tudott behívni az a név, hogy Hitler ebbe a cirkusz épületbe. Zsúfolásig megtelt az épület, a padok közötti is, meg a lépcsőkön is álltak az emberek, és
nagyon érdekes dolog, hogy Hitler itt végre tökéletesen elemében érezte magát. Imádott a nagy tömeg előtt beszélni, és nagyon tudott. Hatalmas tömegeket tudott a szónoklatával, a mimikájával, egyáltalán a gesztusaival, egyáltalán az egész felépített beszédével hatalmas tömegeket tudott kézben tartani és befolyásolni. Lassan-lassan tömegpártá változott ez a kis német munkáspárt, hiszen amikor Hitler belépett a pártba, akkor összesen talán 40-50 tagja volt. 1920 végére a taglétszám elérte a 3000 főt, és 1923-ban már több mint 60 ezer fő tagja volt a pártnak. 1920. február 24-én egy 25 pontos programot fogadtak el, hogy mi a párt feladata, és a program elfogadása mellett Hitler javaslatára megváltoztatták a Német Munkáspárt nevét Nemzeti Szocialista Német Munkáspártra. Ez az a NSDAP, ugye a hivatalos rövidítése, és ezt szokták ugye, náci pártnak, még rövidebben náci pártnak nevezni. 1921. júliusában Hitler egyszemélyes vezetője lett a pártnak, ekkor teljhatalmú pártelnökké választották. Hitlernek az volt a célja, hogy ebből a pártból mindenképpen tömegpártot hozzon létre, mert úgy gondolta, hogy a tömegpárt segítségével tudja megragadni a hatalmat. 1921-ben létrehozta az SA-t, ez a Sturmabteilung, ez a rohamcsapatok. A párt felvásárolta a hadsereg készletében heverő barna ingeket, és szétosztották ezek között az SA-ba belépő fiúk között. És ezen túl a barna ing lett az ő jelképük. Hitler kialakította egyébként a párt jelképrendszerét, ekkor lesz a horogkereszt egy változata, egy fehér körben, fekete horogkereszt a vörös mezőben, ez lesz a zászlajuk, ez lesz a jelképük, és ez az az időszak, amikor a párt tagjai elkezdenek felemelt kézzel köszönni, és elkezdenek úgy köszönni, hogy Heil Hitler. Ez a Heil megszólítás egyébként Wagnertől ered az egyik operájából. És ez az az időszak, amikor a párt elnökét szépen lassan Führernek kezdik szólítani, vagyis vezetőnek. Nagyon komoly háttérmunka folyik, nagyon-nagyon sok támogatót szerez a párt, pénzügyi támogatókat is. Nagyon érdekes dolog, hogy nem csak németeket, például magyarokat is. És akkor megint egy fontos kérdéssel érkeztünk el. Mivel magyarázható az, hogy a náci párt viszonylag gyorsan tömegpártá tudott válni? Hát én szerintem abban van a csoda, hogy a Nemzeti Szocialista Pártnak a szervezeti felépítése, illetve a jelmondatai tökéletesen mások voltak, mint a többi párté, mint a régi pártoké. A régi pártokat arra hozták létre, hogy a parlament, ha bejutottak a parlamentbe, akkor a parlamentbe küzdelmet folytassanak, és ott van, aki a legjobb eredményt éri el, akkor ugye kormányt tudjon alakítani. Hitler a pártját, őnek a célja nem ez volt, őnek a célja a diktatúra bevezetése volt. És egyébként is egy totálisan újszerű pártot hozott létre, ez a párt, ez a mozgásnak, a készenlétnek a pártja volt. Elhitette a tömeggel, elhitette a pártagokkal, hogy az ő személyes jelenléte fontos ahhoz, hogy a párt céljai teljesüljenek.
militarista párt volt természetesen, de teljesen másfajta militarista párt, mint a német tábornokoknak a militarizmusa. Antiszemita volt, mert a német meg a német felsőbbrendiséget hirdette. De ha valaki ebben a Herrenfolgban, tehát az uralkodó fajhoz tartozott, azon belül már egyenlő esélyeket biztosított mindenkinek. Imperialista párt volt abból a szempontból, hogy birodalmat akart építeni. Azt mondta, hogy ugye a német faj be van szorulva ide Európa közepére. A német fajnak élettér kell, Lebensraum. És ebből a szempontból tehát ő egy imperialista birodalomépítő párt volt. Megkérdőjelezte az egyház szerepét is, és egyfajta új kereszténységet hozott létre. A párt egész léte a harcra volt kiépítve. Világosan felismerte, hogy a háború és a régi életforma összeomlása után az emberek valami forradalmian új dologra vágynak. Nem egyszerűen a boldog békeidőket szeretnék visszakapni, nem az egyszerűen boldog békeidőket álmodták vissza, hanem egy teljesen új életet szerettek volna. És a nácik elsősorban annak köszönhették a tömeghatásukat, hogy azt hirdették, hogy ha az ő forradalmuk, a nemzeti szocialista forradalom győz, akkor Németország tökéletesen át fog alakulni és meg fog újulni. 1921-ben szervezték meg ugye az SA-t, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy egyre kevésbé leplezte maga a párt is, és Hitler is egyre kevésbé leplezte, hogy szeretnék, meg akarják ragadni a hatalmat, diktatúrát akarnak bevezetni. És ugye ott volt előttük a követendő példa Mussolini Olaszországban, ugye a Marcia su Roma, a menetelés Rómába 1922-ben Mussolini a fekete inges csapataival ugye, Rómába menetelt, és ott az olasz király nem tudott más csinálni, Mussolini kinevezte miniszterelnöki 1922. október 30-án. Ugye Hitler is valami ilyesmiben gondolkodott, és azt úgy a Mussolini példája az nagyon erősen hatott rá, úgyhogy megszerveztek egy puccsot Münchenben a hatalom átvételére, tehát ez egy teljesen átgondolatlan ilyen hazardírozás volt tulajdonképpen, és hát teljes kudarcot vallott természetesen, pillanatok alatt csírájában elfojtották a kormány erői, és egész egyszerűen Hitlert letartóztatták, és a pártot megbetiltották. A letartóztatása után kezdetben Hitler nagyon kétségbe volt esve, úgy gondolta, hogy vége mindennek, de aztán, ahogy a perére készült, rájött, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy újra gondoljon mindent. Eddigi pályafutását, meg a politikai céljait, meg a politikai hogyanokat. És ráadásul felismerte, hogy a per az lehetőséget fog a számára teremteni arra, hogy a nyilvánosság előtt is, a nagy, az országos nyilvánosság előtt is megnyilvánuljon, és támadhassa a weimari köztársaságot. És így is lett a tárgyalás végére, Hitler hőssé vált. Nemhogy nem tépázta meg a tekintélyét a per, hanem egy egész Németországban ismert személyiséggé vált. A per végére a bíróság 5 év börtönre ítélte, és 200 márka büntetésre, és félő volt, ugye még mindig osztrák állampolgár volt, félő volt, hogy kitoloncolják, de hát a háborúban elért érdemei, vaskeresztek miatt ez ugye szóba se került. Landsbergi börtönbe került, de nagyon, tehát nem börtönkörülmények közé, hanem mint egy szanatórium,
olyasmi, és nem is töltötte ki az 5 éves büntetését, mindössze 13 hónapot töltött börtönben, és a börtönből is tudta tartani a kapcsolatot a pártjával. Kihasználta ezt a 13 hónapot, mert ez alatt megírta, pontosabban írógépbe diktálta Rudolf Hessnek a politikai, egyrészt az életének a főbb eseményeit, másrészt politikai gondolatait és céljait, és megfogalmazta a világnézetét, illetve rögzítette a politikai programját. Ugye ez a könyv lesz a Mein Kampf, a Harcom című könyv. Megfogalmazta a politikai és ideológiai céljait. Hát a legfontosabbnak az Anschlusst tartotta, tehát ez az Alldeutsch szemlélet, tehát hogy minden németnek egy birodalomban van a helye, tehát az osztrák németeknek is, tehát az egyesülés Ausztriával ez egy alapvető fontosságú volt a számára. Ugyanilyen fontosságú volt a zsidóság elleni harc. Nagyon erőteljes antiszemita kitételek vannak a könyvben. Tartja magát ahhoz, hogy a zsidók egy világméretű összeesküvésben meg akarják szerezni a hatalmat minden felett, főleg Németország fölött, illetve az egész világot. És egyáltalán a zsidóság műve minden. A szociáldemokrácia, a kommunizmus, de még a kapitalizmus is, mondja ő. És itt fogalmazza meg a nagyon fontos gondolatot, hogy a német munkásságot el kell téríteni az osztályharctól, és helyette a fajok közötti harc számára kell őket megnyerni. Megfogalmazza a Lebensraum elméletet, tehát az élettér elméletet. A németek azok nagyon be vannak szűkülve, de be vannak nyomorítva ide Európa közepére. Hatalmas, nagyon termékeny területek vannak Kelet-Európában, amik járnak a németeknek, mondja ő. A világháború keserű tapasztalatai alapján megfogalmazza azt is, hogy mindenképpen el kell kerülni a két fontos háborút, ha majd háborúba keveredik Németország. Sőt, szövetséget kell kötni Angliával, mert Anglia szerinte egy árja, az angolok egy árja nép, illetve Olaszországgal, mert ott meg hasonlóan gondolkodnak a világ dolgairól, mint a náci. Szerinte a parlamenti demokrácia egy vicc. Ugye, egy tipikus germán Führer államot kell létrehozni, és majd ez a Führer lesz az, aki képviseli a népközösségnek az érdekeit. A könyvben ismerteti egyébként ezeknek a céloknak az eléréséhez szükséges eszközöket is. Hitler egyébként a tudatlan tömegek számára megalkotta, ugye ebben a könyvben, meg már a korábbi beszédeiben is, megalkotta a nagyon fontos, ez egy nagyon fontos dolog, a hívószót. És a hívószó, ez a zsidóság, pontosabban az antiszemitizmus volt. És ezt az antiszemitizmust, ezt a zsidó ellenességet, ezt gyakorlatilag mindenre rá lehetett húzni. Véleménye szerint ugye minden bajnak az okozói a zsidók voltak. Bár a börtönben nagyon kényelmesen volt a körülmények, lehetővé tették volna, hogy onnan irányítsa a pártot, ezt mégsem tette. Rosenbergre hagyta a párt irányítását, aki viszont teljesen alkalmatlannak bizonyult erre. A párt, amikor Hitler kiszabadult a börtönből, szinte a szétesés szélén volt a párt. 1924. december 20-án engedték szabadon. Úgymond a jó magaviselete, meg a párt eljelentéktelenedése okán. De ez már egy másik ember volt, aki kijött a börtönből. A pucs sikertelensége után elemezte a tapasztalatokat, és megkezdte a
a pártjának a teljes átszervezését, teljes újjászervezését. Az NSDAP 1926-os Weimári II. Kongresszusán pedig Hitler teljes győzelmet aratott, hiszen ő lett az egy teljes, tehát ő lett az egyszemélyi vezetője a pártnak, tökéletesen kézben tartott mindent, nem voltak vetélytársai a pártvezetésben. 1927-ben pedig Nürnbergben tartottak egy kongresszust, és ez a kongresszus, illetve ennek a kongresszusnak a külsőségei már az igazi, hamisítatlan náci tömegrendezvény ismérveit vehetjük észre. A barna ingbéges SA alakulatok, akik alakzatban menetelnek, mindenhol hatalmas zászlók, a tömeg fel van készülve, és minden szem Hitlerre szegeződött, minden figyelmet Hitler kapott meg az emelvényen, és azt mondhatjuk, hogy ez az a pillanat, amikor a vezér készen van. Köszönöm szépen!